Másnap reggel 10 kor már Hemond boltja előtt áldugáltam a régi piactéren, kezemben kis kofferemmel az Innsmuth-i buszra várva. Ahogy közelgett az indulás perce, felfigyeltem rá, hogy a járókelők sorra feljebb húzódnak az utcán, vagy betérnek a piactér túloldalán az Ideal Lunch étkezdébe. Úgy tűnt a jegyárus a vasútállomáson. Csepet sem esett túlzásokba, amikor a helybéliek ösztönös visszolgását emlegette Innsmouth-tól és lakóitól. Kisvártatva egy kicsiny, piros szürke autóbusz bukdácsolt végig a State Street-en, minden ízében csörömpölve, majd befordult a piac térre és megállt előttem a járda szegélynél. Azonnal éreztem, hogy ez az én járatom, és sejtésemet a félig olvashatatlan nekoszolódott felirat is megerősítette a szélvédő mögé támasztott táblán. Árkem, Innsmouth, Newport. A járműben mindössze három utasült, mogorva, ápolatlan fiatal emberek, egyformán barátságtalan ábrázattal. Mikor a busz megállt, kisé, esetlenül le róla, és kínosan óvatos léptekkel, mintha csak tartanának valakitől, elindultak fölfelé a State street -en. A sofőr úgy szintén leszállt. Miközben bement a boltba vásárolni én a háttérből lopva szemügyre vettem. Ez bizonyára az a bizonyos Joe Sargent lehet, gondoltam, akit a vasúti hivatalnok említett. És mielőtt bármit megfigyelhettem volna rajta, egyszer csak oly elemérejű undor fogott el, melyet sem leküzdeni, sem megindokolni nem tudtam. Hirtelen, teljesen természetesnek találtam, hogy a helybélieknek semmi kedvük azon buszon utazni, ami ennek az embernek a tulajdonát képezi. Mint ahogy tőlük telhetőleg, kerülik azt a helyet is, ahol ő meg a többi hasonszőrű él. Amikor a sofőr kilépett az üzletből, ismét tanulmányozni kezdtem, most már behatóbban, s egyúttal megkíséreltem magyarázatot találni, iménti kellemetlen előérzetemre is. Sergeant Szikár csontos fickó volt, beesett vállakkal, csak nem hat láb magas, koszos, kék munkaruhát viselt, kirojtosodott szélű golf sapkával. Korát úgy 35 évre becsültem. A furcsa, mély ráncok két oldalt a nyakán idősebbnek mutatták. Ez a csalóka benyomás azonban nyomban szerte amint tompa, kifejezéstelen arcára emeltem tekintetem. Hosszúkás feje volt, lapos orra, csapott homloka és álla, továbbá feltűnően alulfejlett fülei. Vizenyős kék szeme dülletten és rezzenetlenül merett a világba, mintha sohasem szokott volna pislogni. Duzzadt, húsos sajka körül, hihetetlen méretűre tágult pórusok petjezték a bőrét. Az arca szürkés árnyalatban játszott, és teljesen szörtelen volt. De eltekintve néhány gyér, szőkés, sörte pamattól, melyek elszórt csomókban sarjadtak koponyáján. Karján a bőr itt-ott furamót foltosnak és egyenetlennek tűnt, mintha egycéma lenne vagy, szárazon hámlana. Ormótlan lapát keze szokatlan, szürke színű volt. Csak az erek rajzolotta ki rajta kékesen. Újjai az alkar masszív csontozatához képest feltűnően kurtának tűntek, s karomszerűen rágörbültek vaskos tenyerére. Ahogy odaballagott a buszhoz, szemet szúrt nekem, Kacsázó járása. Szörnyűséges, a lehetett. És azt is láttam, hogy a lába nagy és idomtalan. Minél tovább néztem, annál inkább elcsodálkoztam rajta, hol szerezheti be a cipőit. A fickó határozottan koszosnak látszott, amit tovább mélyítette hirtelen támadó ellenszenvemet. Nyilván sok a barátja a halászbárkák matrózai között, és nagyon kedveli ezt a társaságot. Legalábbis nem igen találtam más magyarázatot rá, miként vehette át jellegzetes szagukat. Hogy miféle idegen vérkeverék folyhatott az erejében, még találgatni sem tudtam. Testalkata és arcvonásai nem vallottak sem ázsiai, sem polinéz, sem levantei, sem néger származásra. Mégis azonnal láttam rajta, miért találják errefelé kirívónak a megjelenését. Valószínűtlennek tartottam, hogy bárhol a világon létezne ilyen emberi rassz. ez a meglehetősen visszataszító személyt előttem. Inkább hosszas beltenyészet is, valamely egészen egyedülálló biológiai degeneráció végtermékének látszott. Ekkor észrevettem, hogy én leszek az egyetlen utas, és ez némileg gondolkodó ejtett. Valahogy nem tudtam megbarátkozni a gondolattal, hogy egész úton ezzel az alakkal leszek összezárva. Mikor azonban eljött az indulás perce, elhesegettem kétségeimet. De a busz lépcsőjére hágva oda nyújtottam neki egy dollárt bankúban, és közben épp csak annyit motyogtam magam elé. Innsmouth. egy hosszú pillanatig kíváncsian nézett rám. Mi alatt visszaadta a negyven centemet. Több sorra a mögötte választottam ülőhelyet magamnak, de ugyanazon az oldalon. Mert szerettem volna látni útközben a tengerpartot. A vén járgány hatalmas zökkenéssel megindult. És a kipufogó gázok fullasztó fellegében végigrázkodott a State Street-en, az ódon téglaházak között. A járókelőket figyelve az a benyomásom támadt, hogy igyekeznek úgy tenni, mintha a busz nem is létezne. De aztán befordultunk balra a High Streetre, re ha már gyorsabban haladtunk. Két oldalt egyre másra suhantak el mellettünk a korai köztársaság tekintélyes, öreg kúriái és a még vénább parasztázak a gyarmati időkből. A Parker folyó mentén átfektünk a Lower Green-en, s végül kijutottunk a nyílt tengerpartra, amely monoton egy hangúsággal nyújtózott előttünk a látó határig. Derült, meleg idő volt. Ám a szikkatak fűvel és nyomorék cserjékkel benőtt homokdűnék egyre sivárabb és vigasztalanabb hangulatot árasztottak körülöttünk. Az ablakból láttam a kéken hullámzó óceánt, meg a plámsziget homokos partvonalát. aztán lekanyarodtunk a Ráuliba és Ipswichbe vezető főútról, egészen tenger közelbe kerülve. A házak lassan elmaradoztak, az út állapota arról árulkodott, hogy erre felé alig van autóforgalom. A viharvárt távíró póznákon mindössze két párhuzamosan futó drótszál árválkodott. Időnként rozzant fahidakon hajtottunk át, sekély patak medrek fölött, melyek csak áradás idején telnek meg vízzel, még jobban elszigetelve ilyenkor a külvilágtól ezt a barátságtalan vidéket. Az út mentén itt-ott kiszáradt fatörzseket és mállatak támfalakat láttam kimagasodni a futóhomokból, és eszembe ötlött, hogy a történelemkönyvek szerint ez a táj valaha termékeny és sűrűn lakott volt a fordulópont az 1846-os Insmutti járványjal egy időben következett be, ami mindjárt alapot szolgáltatotta az egyszerű embereknek, hogy a háttérben mindenféle sötét összefüggéseket gyanítsanak, gonosz hatalmak ármánykodásait. A valódiok persze a tengerparton nyakló nélkül folytatott erdőírtás volt, amely megfosztotta a termőtalajt, legfőbb védelmétől a szél, meg a futóhomok ellen. A Plum sziget végül eltűnt mögöttünk, s bal oldalt már csak az Atlanti óceán hullámzott, amer a szem ellát. A hepehupás út emelkedni kezdett, engem pedig különös, nyugtalanító előérzet fogott el, amikor a távolban, ahol az út szalagja a látóhatárral találkozott, megpillantottam a magányos dombhátat. Olyba tűnt, mintha buszunk, mint följebb és följebb kapaszkodna. Végérvényesen elhagyná a biztos ösvényeket és elmerülne a felső légrétegek. A titkokkal terhes ég volt éteri mélységeiben. A tenger illata baljós sejtelmeket ébresztett bennem. Ahogy peregtek a percek, egyre ellenszenvesebbnek találtam a sofőr karomeref hátát és ellapult fejét. Innen hátulról látszott, hogy a tarkója majdnem ugyanolyan szörtelem, mint az arca. A szürkére pikkelyesedett fejbőrt csak itt-ott takarja, egy-egy ritkás, szőke Aztán elértük az emelkedő gerincét, és szabad kilátásunk nyílt a mögötte elterülő völgy teknőre, amit a tengerbe műlő, Manux szévált ki maga körül, nem sokkal északra. a hosszú záton sortól, mely Kingsport headnél éri el a legnagyobb magasságát, és széles félkörében folytatódik a kép ennig. A látóhatár szélén még éppen ki tudtam venni Kingsport Head kötbevesző kontúrjait, ahol az a különös, magas házáll a kötben, melyről oly sok furcsaságot beszélnek az emberek. Figyelmemet azonban egyelőre a közvetlenül előttünk kibontakozó panoráma kötötte le. Rádöbbentem, hogy végre szemtől szembe kerültem a rossz hírű inszmuttal, a gonosz legendák és ősi titkok hazájával, s a fölötte gomolygó árnyék én rám is átvetült. Nagy kiterjedésű város volt, sűrűn álló házakkal. Mégis, ahogy ránéztem, legelőször az életre utaló nyomok már-már kísérteties hiánya ötlött a szemembe. A kémény erdő fölött csak itt-ott szállongott egy-egy elárvult füstfoszlány. A három templomtorony omlatagon és lemesztelenítve magasodott az ólom szürke, tenger visszatükröző égboltozatra. Az egyik orma szemmel láthatólag meg volt csonkítva és ahol a toronyórák számlapjának kellett volna lennie, ott mindegyiken csak sötét, barlanghomályos lyukak ásítottak. Az egymás fölé nyúló nyergestetők és csúszós palagerincek zűrzavara ijesztő szuggesztivitással idézte föl bennem a féregrákta bomlás hangulatát. És ahogy tovább zögykölöttünk az egyre rosszabb állapotú úton, láttam, hogy sok háznak beomlott a födele. Megpillantottam néhány hatalmas, négy szögletű, györgykori kúriát is, kupolával és erkélyekkel. Ezek általában elég messze estek a tengertől, s olyan is akadt közöttük, amelyik nem tűnt teljesen elhagyatottnak. Aztán észrevettem, felszámolt vasútvonal felgazasodvarosdálossi rozsdálós imperját. A jobbra-balra dűlő, húzaluktól megkapasztott táviró Az Ipswichbe és Raoliba vezető régi szekérutakat, amelyeket szinte már teljesen benőtt a sűrűn burjánzó gyomnövényzet. A legrosszabb állapotok közvetlenül a tengerparton uralkodtak, ám éppen ebben a városnegyedben fedeztem fel egy fehérre messzelt falu tornyot. A kicsiny gyár telepre emlékeztető kőépület, amelyhez tartozott, aránylag jókarban lévőnek tűnt. Az elhomokkosodott kikötőt, vénségesen vén hullám lelte körül. Itt ott magányosan üldögélő horgászokat láttam rajta, a külső végében pedig egy ódon világító torony romjait a gát belső oldalán homokpad képződött, ami néhány düledező halászkunyhó állt, partra húzott lélekvesztők és homárfogó, gyékény kasok szabálytalan karéban. Az egyetlen mélyvízi kifutót ott gyanítottam, ahol a folyó elhaladt a fehér tornyos épület mellett, majd széles évben délnek kanyarodott, hogy a hullámtörő végénél az óceánba torkoljon. A part szegély mentén néhol még látni lehetett a régi kőmólókat, bár többségüket alaposan kikezdte már a hullámverés. A legromosabbak, a déli fekvésűek voltak. Jó lehet, dagá idején érkeztünk. Messze kint a tengeren, megpillantottam egy hosszan elnyúló fekete csíkot. Alig emelkedett ki a vízből. Mégis úgy éreztem, mintha zordan lappangó, rossz indulatot árasztana. Nyilván ez lett a hírhet ördögzátony. És ami a legfurcsább volt, amikor ránéztem, a gyomromban felkavaródó undorhoz. Egyfajta delejes vonzódás társult, akárha hangtalan sziréndal csábítana a nyílt vizekre. Ezt a különös érzést még az első benyomásnál is zavaróknak és érthetetlenebbnek találtam. Az úton egy lelket sem láttam. Most pedig már elhanyagolt parasztázak között haladtunk, melyek az összeomlás különböző stádiumában roskadoztak. Aztán végre észrevettem pár lakottnak látszó épületet. Legalábbis erre következtettem abból, hogy a törött ablakokat rongyokkal függönyözték el belülről, a gazdas udvarokon pedig kajdlóhéjak és döglött halak kevertek szerte szét. Időnként megpillantottam egy egy mogorva, ápolatlan alakot, amint a kertek terméketlen uggarját túrja, vagy után kotorászik a halbüzös tengerparton néha mocskos, majomképű gyerekeket is láttam. A gyommal felvert lépcsőkön játszottak. Ezeknek az embereknek a látványa valahogy sokkal nyugtalanítóbban hatott rám, mint a sivár és elhagyott épületeké. Szinte mindegyikükben volt valami különös. Az arckifejezésükben, kifejezésükben, vagy a járásukban, amit képtelen lettem volna közelebbről körülírni. Mégis egyfajta mélyről jövő, ösztönös visszolgást váltott ki belőlem egy pillanatra az a benyomásom támadt, hogy ez a jellegzetes megkülönböztető vonás. Egy olyan rajzról vagy festményről ismerős nekem, amit különösen megrázó vagy tragikus körülmények között láttam valahol, talán egy régi könyvben. Ám ez a déjà érzés, amilyen hirtelen jött, nagyon hamar el is szállt megint. Ahogy a busz tovább zötyögött a völgyfenék felé, a természetellenes csöndben egyre tisztábban hallottam néhány vízes és monoton csobogását. A koszos, düledező házak közelebb húzottak egymáshoz, kétfelől közrefogták az utat, és már valamelyest tekintélyesebbnek látszottak, mint amiket magunk mögött hagytunk. A panoráma utcaképpé sűrűsödött körülöttünk. Helyenként még a kövezet és a gyalogjárók maradványait is ki lehetett venni. Az épületek szemlátomást mind lakatlanok voltak. Itt-ott jókora fog híjak közöttük, ahol már csak beomlott kémények és kormos gádorfalak emlékeztettek, a hajdani konyhákra és lakószobákra. Gyakorlatilag mindenhonnan átható halbűzárat, Méghozzá a legundokabb fajta, amit valaha alkalmam nyílt megtapasztalni. Átváttunk néhány kereszteződésen. A balra leágazó utcák a parti halászviskók szennyébe vezettek, a jobboldaliak a romos villa negyedekbe. A városban még nem láttam embereket, ám egyre több apró jel árulkodott róla, hogy ez a környék már nem teljesen kihalt. Elfüggönyözött ablakok, néhol egy-egy rozzant autó valamelyik kapuajban. A kövezet és a gyalogjárók elhanyagoltak voltak ugyan, de legalább nem mentek tönkre teljesen, és ugyanez állt az épületekre is, amelyek közül, amennyire meg tudtam állapítani, egy sem látszott fiatalabbnak a 19. század első felénél. Amikor megpillantottam el letűnt múlt, elromlásunkban is méltóság teljes tanújt, felébredt bennem a műkedvelő régiség búvár, és egyszerűen elfeledtem ösztönös írtózásomat a szörnyű bűztől, meg a város barátságtalan hangulatától. Mielőtt azonban célhoz értünk volna, még várt rám egy megrázó élmény, amelynek kellemetlen emlékétől, hosszú időn át nem bírtam megszabadulni. A búsz éppen egy kör alakú köztéren hajtott át. Két oldalt egy-egy templommal, középen pedig egy kerek díszpázsit porlepte maradványaival. A jobbra nyíló mellékutcában jókora jókora oszlopcsarnokot pillantottam meg, és mivel éppenséggel nem haladtunk nyaktörő irányban, volt időm tüzetesebben szemügyre venni. Az épület faláról, tenyérnyi, elszürkült foltokban hámlott, a hajdan bizonyára fehér vakolat. A fekete arany felirat pedig úgy bepiszkolódott a homlokzatán, hogy csak nagy fáradtsággal tudtam kibetűzni. Dagon, ez a rendje. Szóval ez volt a szabadkőművesek régi kápolnája, ahová később befészkelte magát a másik kultusz, az állítólagos, tengeren túli jövevény. Miközben a szöveg böngészésével voltam elfoglalva, Figyelmemet egyszerre csak egy repett harang. Fősértő gondolása vonta magára a túloldalról. Gyorsan megfordultam hát, és kinéztem az átellenes ablakon. A hang egy zömök kő templomból jött, amelyről első pillantásra látszott, hogy sokkal fiatalabb a többi környező épületnél. Neogót stílusban emelték. Elég esetlenül és viszonylag magas alaksora volt, amelynek ablakait dísztelen fatáblák zárták el. Bár a toronyóráról a felémeső oldalon hiányoztak a mutatók, tudtam, hogy a diszonánsan zengő harang éppen tizenegyet Aztán teljesen megfeledkeztem a pontos időről, mert hirtelen olyan látvány tárult elém, amik hozzá szembentú élességgel, amitől rosszul létfogott fogott el, mielőtt egyáltalán rádöbbentem volna, mi az. A templom alaksori kapuja ugyanis nyitva át valamelyes betekintést engedve az épület belsejébe, és épp amint oda pillantottam, bent egy árnyalak suhantált a bejárat fekete négyszögén. Alig ha láthattam tovább szívdobbanás nyidőnél, valószínűleg ezért is ért teljesen váratlanul a leküzdhetetlen erővel rám törő hány inger, melyet csupán akaraterőm végső megfeszítésével sikerült visszatartanom. A dolog annál is megmagyarázhatatlanabb volt. Mivel utólag visszagondolva, semmi olyasmit nem találtam a látványban, ami undorra, vagy megütközésre adhatott volna okot. De az a valami odalent, egy élő lény volt. A buszsofőrön kívül mindeddig az egyetlen, akit a városban láttam, s ha nem vagyok olyannyira zaklatott, valószínűleg nem találok benne semmi visszataszítót. Nyilván a lelkipásztor lehetett. Amint hogy erre rá is jöttem, Mihályt tovarobogtunk, talán a ruha miatt nem ismertem rá rögtön. Tudnélek, hát, nem hagyományos papi öltözéket viselt, hanem valami furcsa, díszes ornátust, amit bizonyára a Dagon-rendje vezetett be, mikor a régi egyházak helyébe lépett. Ami ellenállhatatlan erővel bűvölte magára a tekintetem, s egyúttal a rosszul léttel határos pánikba kergetett. Az a csúcs futó diadén volt a pap homlokán, csak nem tökéletes párja annak a példánynak, amit Miss Tilton mutatott nekem tegnap este. De különös, nem tulajdonképpen csöppet sem meglepő egybeesés oly mértékben izgalomba hozta a fantáziámat, hogy vizionálni kezdtem. Lelki szemeim előtt nyilván megjelent a Newbury Portban látott ötvös remek, baljós és kifürkészhetetlen díszítményeivel. Testi szemeimmel ugyanakkor a semmit mondó arcú árnyalakot bámultam a templom alak sorában íme a kézenfekvő és észszerű magyarázat, hogy miért ruházta fel lázassan lázasan szárnyaló képzeletem, bizonyos hátborzongatóan ismerős vonásokkal, amint bőpalástjába burkolózva, kacsázó léptekkel elhaladt a bejárat előtt. Igen, csak is így történhetett. Gondoltam a rászkódó buszon, hirtelen ijedelmem utóhatásaival birkózva. Egyszer, mint szemrehányást tettem magamnak ostoba viselkedésemért. Elvégre mit csodálkozni való van azon, ha egy helyi kultusz papja olyan jellegzetes stílusú diadémot visel, amely hívei szemében már évszázadok óta szimbolikus jelentőséggel bír, talán mint az ősi kalózkincs maradéka, ami hajdan megvetette a gyülekezet jólétének alapjait. Most már járókelők is feltünedeztek az utcákon, jobbá a fiatal, ám elég ápolatlan külsejű emberek. Magányosan vagy két-három fős, hallgatok csoportokban. A máladozó épületek földszintjén itt-ott kisboltok bújtak meg, ütött kopott széktáblák alatt. És miközben tovább zögykölöttünk, láttam egy-két parkoló tehergépkocsit is. A vízcsobogás mind közelebbről hallatszott, samarosan tekintélyes folyamágyált a útunkat. Fölötte széles, vaskorláttal ellátott híd feszült, mely a túloldalt jókora köztérbe torkollott. Amikor csörömpölve áthaladtunk a hídon, Nabuszból kitekintve gyárépületeket pillantotta meg odalent. A füves part szegélyen. A folyó igen bővizűnek tűnt, amellett meglehetős veszedelmesnek. Innen a hídról három zúgót is ki lehetett venni, egyet bal felé, folyás irányban, a másik kettőt pedig valamivel följebb, átellenben. Mondanom sem kell, a vízesések robaja, itt már fülsiketítő volt. Aztán behajtottunk a nagy, félköríves a túlparton és megállapodtunk egy emeletes kupolával koronázott épület mellett, amelyről sárgás foltokban hámlott a vakolat, s viharvert homlokzatán a Gilman House feliratot viselte. Örültem, hogy végre kiszabadulhatok a buszból, és tüstént a szálloda elhanyagolt hajába siettem, hogy megőrzésre leadjam a portán a podgyászomat. Természetesen kellő térítés fejében. Oda bent csak egyetlen ember találtam, egy idősebb férfit ezúttal a jellegzetes In Smooth arc nélkül, ahogy a helyi lakosok visszataszító vonásait magamban elneveztem. Viselkedése egyáltalán nem volt ellenszenves. akár még barátságosnak is gyanítható dörmögéssel vette át tőlem a csomagomat, és az oda nyújtotta apró pénzt. Mégsem fordultam hozzá kérdéseimmel, mert eszembe jutott, hogy ebben a szállodában furcsa dolgok szoktak történni. Inkább visszamentem a térre, ahonnan a busz időközben eltűnt. és aprólékos részletességgel tanulmányozni kezdtem az elém táruló látványt. A kockaköves térség északról, közvetlenül a folyóparttól volt határos. Délről pedig 1800 körül épült, nyeregtetős téglaházak szegélyezték, széles félkörívben. Erre felé több utca ágazott szét sugarasan délkeletre, délre és délnyugatra. Lámpaoszlapot alig-alig láttam rajtuk, azok is alacsonyak és koszosak voltak. Olykor még a gáz égő is hiányzott belőlük. Nem bántam hát, hogy terveim szerint még sötétedés előtt tovább fogok utazni. Az épületek elég jó állapotban voltak. Némelyiknek a földszintjén különféle üzletek működtek. A First National hálózat fűszerboltja, egy nem túl bizalomgerjesztő étterem, egy dohányáruda, meg egy halkereskedés. A tér legkeleti pontján a folyóparthoz legközelebb eső épületben rendezte be irodáját a városka egyetlen nagyüzeme, a Mars Refining Company. Láttam még körülbelül tíz járók előtt, és négy-öt elszórtan álló gépkocsit, meg motorkerékpárt. Nem esett nehezemre rájönni, hogy Innsmouth város központjában vagyok. Keleten a tengerből csak elmosódott, szürk és kék foltok derentek, három györgykori udvarház romos oronfödele között. A folyó túloldalán, lent a híd lábánál, a lankáson lejtő part szegélyen fehér kőfal vett körül egy tekintélyes épületet, amit a másféle aranyfinomítónak véltem. Úgy döntöttem, a First Nationalben kezdem az érdeklődést, mivel ott jó eséllyel számíthatok rá, hogy az üzletvezető meg az eladók nem lesznek helybéliek. Mint kiderült, az egész személyzetet Egyetlen fő alkotta. Egy 17 év körüli fiú, aki némi meglepetésemre, igen, készségesen. A legcsekkéjebb vonakodás nélkül válaszolt kérdéseimre. Szemlétomást örült a beszélgetésnek, és szavaiból csak hamar kivettem, hogy nem szereti ezt a helyet. Átható halbűzével és barátságtalan lakóival. Valóságos megkönnyebbülést jelentett neki egy kívülálló, váratlan betoppanása. Hamarosan megtudtam róla. Hogy árkemi születésű. Jelenleg Ipswich-ben lakik, édesanyja rokonainál, és egy perccel sem tölt több időt ebben a városban, mint feltétlenül szükséges. A családjának cseppet sem tetszett ugyan, hogy Innsmuth-ban dolgozik, de az igazgatóság ide helyezte át, és ő nem akart elveszíteni a munkahelyét. Közölte velem, hogy Innsmuth-ban nincs sem nyilvános könyvtár, sem idegen forgalmi iroda. De azért, majd csak eltájékozódom valahogy, az utcát, amin az autóbuszon megérkezett, Federal Streetnek hívják. Ettől nyugatra esik valaha jobb napokat látott előkelő városrész, Broad Street, Washington Street, Lafayette Street, Adam Street, keletre pedig a parti nyomor negyed. A régi györgykori templomokat arra felé találom a Main Streeten, de már nagyon régóta elhagyottanának. Azon a környéken, különösen a folyótól északra, Jobb kerülni a feltűnést. Mert az emberek mogorvák és ellenségesek. Rebesgetik, hogy néhány idegennek már szőrén szállán nyoma veszett. Ő a saját keren tanulta meg, hogy egyes helyek úgy szóván tiltott területnek számítanak. Például nem tanácsos kíváncsiskodni sem a másféle finomítőzem, sem a még működő templomok körül. De ugyancsak tabu a Dagon-rend oszlopcsarnoka is a New Church ezek a templomok egyébként roppant furcsák. Insmuton kívül egyiket sem ismeri el a felekezetük. Az Isten tiszteleteken mindenféle különös díszruhákat és liturgikus elemeket használnak. Bonyolult, titokzatos dogmáik helyenként ködösen célozgatnak bizonyos, csodálatos átalakulásokra, melyek révén elérhetővé válik a földi halhatatlanság, vagy legalábbis annak egy sajátos formája. A fiút odahaza a saját lelkipásztora, dr. Wallace, az Arkemi Egyesült Metodistáktól. Óva intette tőle, hogy bármelyik inszmutív felekezethez csatlakozzék. Ami a helybélieket illeti, a fiú nem nagyon tudott eligazodni rajtuk. Olyan gyanakvók és emberkerülők, akár az üregi rákcsálók, el sem tudja képzelni, mivel töltik az idejüket. Az éjjel-nappal folyó halászaton kívül talán minden nap szeszmámorban fetrengve horkolnak sötétedésig. Ez nem is annyira valószínűtlen, hiszen rendszeresen és írdatlan mennyiségben vedelik a csempészet zuppálinket. A fiúnak az volt róluk a benyomása, hogy a maguk mogorva módján szorosan összetartanak, láthatatlan kapcsokkal egybefűzött, testvériséget alkotva, és titokban gyűlölik és lenézik a külvilágot, mintha valami magasabb rendű közösségbe tartoznának. A megjelenésük valóban elég döbbenetes, különösen azok a golyvásan dülledő, rezzenetlen szemek. A hangjuk pedig, ha megszólalnak, tegyenesen undorító. Hátborzongató hallani a kántálásukat, amikor éjszakánként összegyűlnek a templomaikban. Kivált a két legjelesebb ünnepükön, április 30-án és október 31-én. Nagyon kedvelik a vizet. Sokat úsznak, mind a folyóban, mind a kikötőben. Gyakran rendeznek úszóversenyeket, az ördög zátonyig, ami nem kis távolság, közülük azonban szinte senkinek sem jelent különösebb megerőltetést. Igaz, ezt a sportot főleg a fiatalok űzik. Ami azt illeti az idősebb lakosok, nagyon ritkán mutatkoznak nyilvánosan. Persze vannak kivételek, de ezek jobbára eleve nem hasonlítanak az innsmotfiak többségére mint a vénportás a szállodában. Az ember időnként óhatatlanul eltűnődik rajta. Hová tűnnek a városból az öregek? És hogy az a bizonyos insmooth arc nem valami rút, fertőző betegség tünete, -e, amely az évek múltával mind jobban elhatalmasodik áldozatain. A tudomány persze kevés olyan kort ismer, amely ennyire radikális és méreható elváltozásokat volna képes előidézni egy felnőtt ember szervezetében hiszen egyes torzulások még a csontozatra is kiterjednek, például a koponya forma esetében. Mindazonáltal ez cseppet sem lenne hihetetlenebb, vagy megdöbbentőbb a betegség ránézésre is nyilvánvaló tüneteinél. Nem könnyű ebben az ügyben cáfolhatatlan bizonyítékokkal alátámasztott, egyértelmű álláspontra helyezkedni, adta burkoltan a a fiú. Mert az inszmúfiak sohasem lépnek bizalmas kapcsolatra senki idegennel, bármilyen sok időt is tölt az illető a városukban. A fiú biztosra vette, hogy végső stádiumában a kór még az általa látottaknál is borzalmasabb torzulásokat okoz. Ezeket a személyeket azonban zár alatt tartják. Fura hangokat hallani néha errefelé, főként a folyótól éjszakra. A düledező tengerparti kaibákat a föld alatt állítólag titkos alagútrendszer köti össze, amely valóságos, tenyészverme, a napfényt nem ismerő korcsoknak. Hogy miféle romlott vér folyik ezeknek az emberszörnyeknek az ereiben, azt lehetetlen megmondani. Hatósági megbízottak és más külvilágiak látogatásakor, mint mesélik, némely különösen visszataszító egyedet a parti barlangokba rejtik. Ha ezek után még kíváncsi vagyok valamire, folytatta a informátorom, a helybéliek fogatására ne is pazaroljam az időmet teljeséggel értelmetlen próbálkozás volna, s amellett nem is a legbiztonságosabb. Az egyetlen, aki esetleg szóbálna velem, egy hihetetlenül öreg, de máskülönben normális külsei férfi, aki a szegényházban lakik, a város északi szélén, az idejét pedig az utcákon lufráva tölti, vagy a tűzoltó állomáson lábatlankodik. Ez a vén csavargó, zadok ellen, már 96 éves, kicsit kótyagos fejű és hírhet iszákos. Mogorva, barátságtalan alkat, folyton hátrafelé pislog, mintha rettentően félne valamitől. És józanon, a világ minden kincséért sem váltan a szót idegenekkel. Kedvenc mérge csábításának viszont képtelen ellenállni. Na pedig lerészegedik. ta azon nyomban kiapadhatatlan, bárkisé összefüggéstelen kútfejévé válik a töredékes, inszmutti szájhagyománynak. Amit persze ilyen állapotban összefecseg, abban kevés a használható információ. Csupa őrült história. Ködös célozgatások. Mindenféle csodára és iszonyúságra. Melyek mind az ő rögeszmés képzelődéséből fakadnak. Soha senki nem hisz neki. De a helybéliek mégsem szeretik, ha leissza magát és kívülállókkal beszél. Ha például ő akarna valamit megkérdezni Zadoktól, jegyezte meg a fiú, akkor igyekezne úgy rendezni a dolgot, hogy még véletlenül se láthassa senki. Egyébként valószínűleg a vén szeszkazán pálinka gőzben párolt kísértett históriáiból csíráztak ki a legveszettebb plegykák és híresztelések, amik a környéken Innsmouthról keringenek. Taváros nem ősonos lakói, alig maroknyian vannak. Időnként ugyan előfordul velük, hogy hajmeresztő dolgokat vélnek látni vagy hallani, de ez nem is csoda az öreg zadok meséi meg a degenerált helybéliek között ezek az emberek egyébként sohasem merészkednek ki az utcákra napszáta után. Az ilyesmi kimondatlan, ám egybehangzó véleményük szerint nem van a bölcs dolog. Tavárosban éjszaka, áthatolhatatlan sötétség uralkodik. Ami a gazdaságot illeti, a különös halbőség valóban szinte megmagyarázhatatlan, de a helybéliek egyre kevésbé tudják kihasználni. Az árak zuhannak, a verseny éleződik. A város egyetlen igazi nagy üzeme az aranyfinomító. Az irodája itt van mindjárt a sarkon, mutatta a fiú pár lépésre innen. Az öreg Mars mostanában már egyáltalán nem mutatkozik. Bár a finomítóba olykor még beviteti magát, zárt, lefüggönyzött autóban. Mindenféle pletyka járja róla, mennyit és hogyan változott. De régebben nagy divat fihírében állt, és egyesek szerint ma is a kedves Edward kori kabátját viseli, csípkés kézelőkkel. Persze, teljesen át kellett szabadnia. Utána egy darabig a fiai vezették az irodát, de az utóbbi időben ők is szép csendben visszavonultak, hogy átengedjék a kormányrudat az ifjabb nemzedéknek. A végén már nagyon furán festettek, főleg az idősebbek. Rebesgették, hanyatlik az egészségük. Az egyik más lányról, egy undok természetű, Békaképű nőről, informátorom megemlítette, hogy ízléstelen módon ékszerezi magát. Rövid kérdezősködés után megbizonyosodtam róla, hogy ugyan olyan különös és egzotikus díszeket hord, mint a Newbury Porti diadém. A fiú sokszor látta rajta ezeket, és hallotta is róluk, hogy valami titkos kincsből valók, amely eredetileg kalózoké vagy démonoké volt. A lelkészek, papok, tisztelendők hitszónokok, akárhogy is híják itt őket manapság, szintén hasonló fejdíszt viselnek. Bár ők nagyon ritkán mutatkoznak nyilvánosan. Lilás ékszereket ebből a típusból a fiú nem látott, noha mesélték neki, hogy Innsmouthban még sok ilyesfélét rejtegetnek. A más família egyébként visszavonultanél akárcsak akár csak a város másik három tekintélyes családja. A Vétek, a gélmenek és az Eliotok. Hatalmas palotának is beillőházakban laknak a Washington Street-en. Némelyikben állítólag agrokonokat rejtegetnek. Amikor testi elváltozásaik túllépték a nyilvánosság számára még elviselhető határt, megrendezték a halálukat, és hivatalos jegyzőkönyvet fektettek fel róla. Informátorom figyelmeztetett, hogy az utcákról a legtöbb névtábla hiányzik, vagy kérésemre felvázolt egy darab papírra Insmooth alaprajzát a fő butakkal és tájékozódási pontokkal egyetemben. Szükségképpen hevenyészet munka volt, ám alapos és áttekinthető. Néhány perces tanulmányozás után meggyőzöttem róla, hogy nagy segítségemre lesz, és hálás köszönettel a kabát zsebembe csúsztattam. Ezt követően, nem bízván a város egyetlen éttermének kétes tisztaságában, bőséges készletet vásárolt a mebédre, sajtropogósból és gyömbérkenyérből. Programom már készen állt. Gyalogszerrel bejárom a legfontosabb utcákat. Ha közben összefutok egy barátságosabb személlyel, lehetőleg nem helybélivel, megpróbálok beszélgetésbe legyedni vele. Majd a nyolc órás járattal tovább utazom Árkembe. Már láttam a városról, hogy a közösségi lét hanyatlásának szélsőséges és mintaértékű példája. Nem lévén azonban szociológus. Elhatároztam, hogy vizsgálódásaimmal az építészet terére szorítkozom így vette kezdetét szisztematikus, bár érzelmi felhangoktól nem teljesen mentes körsétám smooth szűk, árnyékhomályos útjain. Először is átsétáltam a hídon, majd abba az irányba fordultam, amerről az alsó vízes és robaja hallatszott. A másféle aranyfinomító mellett elhaladva feltűnt az ipari tevékenységgel járó zajok teljes hiánya. Az épülete a lejtős folyóparton át, nem messze egy másik hittól, több egybefutó utca csomópontjában. ez valószínűleg a régi városközpont lehetett, amit a függetlenségi háború után helyeztek át a mai Town Square-re. A Main street i hídon ismét átkeltem a manuk fölött, s egy teljesen néptelen város részbe jutottam, ami önkéntelenül megborzongatott. A nyerges tetők beroskat vázai, szeszélyes fűrészfog haraptak a láthatár alsó szegébe. Egy vén templom csónka tornya kísérteties mementóként magasodott a romok fölé. A Main Street mentén néhány házat, úgy, ahogy rendben tartottak, ám a legtöbbnek csak ajtói tablakait szegezték be. Nagy sorsára hagyták. A kövezetlen mellékutcákból elhagyott kaibák bámultak vissza rám vak, fekete ablakszemekkel. Nem egy közülük hihetetlen nyaktörő szögben dőlt oldalra, ahol az alapozása beomlott. A sötéten ásító ablakok tekintete oly hátborzongató volt, hogy keményen meg kellett emberelnem magam, amikor keletnek fordultam a tengerpart felé. Kétségtelen, hogy a lakatlan házak által keltett iszonyat nem számtani, hanem mértani haladvány szerint növekszik. Ahogy a pusztuló épület roncsok, egyre szaporodnak az ember körül, s a végén egy néma kísértett város, sivár ölelésében találja magát. A végtelen beveszi utcák látványa, melyeknek két átellenes oldaláról. Élettől és értelemtől megürült romok merednek egymásra, hideg, döglött hal szemükkel. A sötét, néptelen termek és szobák, porlepte útvesztője, pókhálók és elfeledett emlékek búvóhelye, amely fölött a győztes féreg vette át az uralmat. Mindez olyan mélyen gyökerező, zsigeri szorongást vált ki az emberből, amit a legjózanabb filozófia sem képes feloldani. A Fish Street ugyanolyan kihalt volt, mint a Main Street. Azzal a különbséggel, hogy néhány kő- és téglaépületet, külseikből ítélve raktárházakat egészen elfogadható állapotban találtam. A Water Street annyiban szolgált újdonsággal, hogy a part felőli oldalán hatalmas foghíaktátonktak a régi múlók helyén. Az egész negyedben egyetlen eleven lelket sem láttam. Csak az elszórta nüldögélő horgászokat a messzi hullámtörön. A csendet a tenger halk monoton zúgásán kívül csupán a vízesések erejét vesztett moraja zavarta a Manuxi irányából. A város légköre kezdett mind nyomasztóbban nehezedni rám, és miközben óvatosan átkeltem a roskatag Water street hídon, a Fish street a térképnek megfelelően romokban hevert, azon kaptam magam, hogy időnként ideges pillantásokat vetek a hátam mögé. A folyó északi oldalán az élet, vagy inkább a nyomor egyes jeleire bukkantam. Működő hal csomagoló üzemek a Water Street-en. Füstögő kémények és befordozott tetők hol itt, hol ott. Rendszertelenül felhangzó, meghatározhatatlan forrásból származó zörejek. Nagy ritkán egy-egy idomtalan árny, amint kacsázó léptekkel belevész valamelyik közvetlen sikátor homályába. Ezeket a jeleket azonban Önnön legnagyobb meglepetésemre, még a déli városnegyed kísérteties kihalt is hátborzongatóbbnak találtam. Először is az, emberek itt sokkal torzabbnak és deformáltabbnak tűntek, mint a város központban, Amikor rájuk néztem, néha már-már már az a rendkívül kényelmetlen érzésem támadt, hogy hajszárnyira járok csupán valami döbbenetes és iszonytató következtetés levonásától, amely magyarázattal szolgálna minden eddig látott furcsaságra és egy csapásra világosságot gyújtana elmémben. Ám egyszer, s mint valószínűleg az őrület homályába borítana. Az idegen beütés Innsmouth lakóiban itt határozottan érezhetőbb volt, mint a túlparton. Illetve ha az Innsmouth arc tényleg nem a vérkeveredés, hanem valamiféle betegségele, így gyűjtötték össze a súlyosabb kóreseteket. Az egyik apróság, ami szer fölött nyugtalanított, a különféle zajok térbeli megoszlása volt. Minden józan meggondolás szerint főként a szemlátomást lakott házakból kellett volna haladszaniuk. Valójában azonban épp néhány olyan épület környékén erősödtek fel leginkább, amiket szembetűnő gonddal zártak el a külvilágtól, vastag deszkák és rozsdás fejű szögek segítségével. Nyikorgás, gurgulázó nyögések, kaparászás, meghatározhatatlan, rekett, vinyogó neszek. Szorongásom tovább fokozódott, mikor eszembe jutott, miket mesélt a fűszeres fiú a titkos alagutakról. Óhatatlanul fölmerült bennem a mindeddig eddig érdektelennek vélt kérdés, hogy vajon miféle hangokat adhatnak ki az odalent tanyázó korcs lények. Mióta betettem a lábom ebbe a városrészbe, egyetlen emberi szót sem hallottam, és hirtelen azon kaptam magam, hogy rettenetesen vágyom utána. Megszaporeztam hát a lépteimet, és csak két ízben álltam meg, rövidebb időre, hogy megcsodáljak két szép, de erősen romos templomot előbb a Main, majd a Church Street-en. Valótlant mondanék, ha utólag visszatekintve letagadnám. Minő megkönnyebbülés fogott el, amikor végre kívül tudtam magam ezen a mocskos, vízparti nyomor negyeden. Következő logikus úticélom célom a New Church Green lett volna, de valahogy nem bírtam rávenni magam, hogy ismét elhaladjak, a zömök kőtemplom előtt, ahol nemrég megpillantottam a díszruhás pap megmagyarázhatatlan módon ijesztő alakját, homlokán a rejtélyes diadémmal. Azon kívül a fűszeres fiú azt mondta, hogy a templomok és a Dagonrend csarnok a környékén nem látják szívesen az idegeneket. Ennek megfelelően északirányban haladtam tovább a Main Street-en, majd a Main Street-et elérve hátat fordítottam a tengerpartnak, a New Church Green-től biztos távolságban kereszteztem a Federal street és már ott is voltam az omladozó, régi Patricius negyedben, nahol az utcák Washington, Lafayette és Adams büszke nevét viselték. Ezek a tekintélyes, öreg sugárutak most hepehupásak és gazosak voltak ugyan, egykori töltyfaárnyas méltóságuk, azonban még nem tűnt tova teljesen pillantásom udvarházról udvarházra vándorolt. A legtöbb viharverten, beszegezett ablakokkal málladozott az elvadult kertek közepén, de minden utcán akadt egy-kettő, amelyben szemlátomást laktak. A Washington Street-en négy, vagy öt ilyen sorakozott egymás mellett. Valamennyi kitűnő állapotban. Napázsiton és a parkokon látszott, hogy gondosan rendben tartják őket a legfényűzőbb kúriáról, melynek hátsó márványterasza egészen a Lafayette Streetig nyúlt hátra, némi alappal feltételezhettem, hogy az öreg mars otthona, az aranyfinomító üzem ember kerülő Miközben ezeken a zöld kertekkel szegélyezett utcákon kóboroltam, egész idő alatt nem találkoztam egyetlen élőlényel sem, és magamban elcsodálkoztam rajta, hová tűnhettek Innsmouthból a kutyák meg a macskák. A másik dolog, ami zavart és nyugtalanított. Egy teljesen megmagyarázhatatlan helyi szokás volt. A padlás nyílások és az emeleti ablakok egy részét, még a leggondosabban karbantartott udvarházakon is beszögezték, és pedeszkeztek. Innsmouth a lassú halál és az elutasító idegenség városának tűnt, ahol az ember önkéntelenül suttogóra fogja a hangját, és mindenütt mogorva, zárkózott titkolózásba ütközik nem tudtam szabadulni a roppant kínos benyomástól, hogy elságos magányomban minden mozdulatomat hideg, düllett, soha le nem csukódó szemek tekintete kíséri. Összerezzentem a messze, balról felhangzó kondolásra, amit még két másik követett ugyanolyan fősértő tónusban. Túl jól emlékeztem a neogót kőtemplomra, amelynek zömök tornyában ez a repet harangszólt. Végig siettem a Washington Street-en a folyóig, a régi ipari negyedbe. Rombadölt gyárépületek látványa fogadott. A törmelék halmok között elgörbült simpárok rozsdáltak. Valamivel odébb, az állomás maradványai mögött a felszámolt vasúti híd, Födém lemezekkel borított, traverzei nyúltak elárvultan a folyómeder fölé. Némi bolyongás után rátaláltam a térképen bejelölt gyaloghídra. Az állapota egyáltalán nem volt bizalomgerjesztő. Még egy ózdi figyelmeztető táblát is kitűztek rá. Én azonban vállaltam a kockázatot, és átkeltem rajta a déli partra, ahol ismét az életjelei mutatkoztak körülöttem. Nehézkes, lomha mozgású alakok húzódtak közeledtemre a málló falu sikátorok árnyékába, s bámultak ki onnan, kifürkészhetetlen szemükkel. Más, emberi barcok, hűvös kíváncsisággal fordultak felém. In smooth, rohamos gyorsasággal kezdett elviselhetetlenné válni. Feladtam a további városnézősét a tervét, és abban a reményben tértem rá a központba tartó Payne Streetre, hát ha találok valahol egy motoros járművet, amivel a lehető legsürgősebben eljuthatok Arkembe. A bajos buszjáratban nem bíztam többé. Nem is beszélve arról, hogy az indulás időpontja immár kibírhatatlanul későinek tűnt. Egy Kor pillantottam meg baloldalt, a düledező tűzoltóállomást, és a pirosposgás képű, elvadult szakállú, vizenyös tekintetű regembert, aki rongyos ruhában ült az épület előtti padon, és élénk beszélgetésbe merült két elhanyagolt külsejű, egyebekben azonban normálisnak látszott tűzoltóval. Villámként vágott belém a felismerés. Ez csak zadok ellen lehet. A félbolond, iszákos aggastyán aki annyi hihetetlen és hátborzongató történetet ismer az Innsmouth homályba borító árnyékról.